Sziasztok! Hát közeledik a karácsony, és hát annyi kritikát kaptam a Turmix Hold halászleves videómért, hogy gondoltam, akkor megmutatom, hogy tudok én turmixolás nélkül passzírozva is csinálni halászlevet, és akkor egy-két trükköt még azért megosztok veletek, meg hát most így ugye itthonra készítek, ezek ilyen másfél kiló, meg 1,70 kg deka most így megpucolva ez a hal, tehát ez olyan picit több, mint 3 kiló. Ez annyiból fontos, mert mondom menet közben, én kilónként szoktam 15 deka hagymát, itt nagyjából az ugye egy, tehát körülbelül ennyi hagymát, kilónként egy gereszt fokhagymát is teszek bele. Na mindegy, és ezt a halat már megpucoltam, ugye kiszedtem a kopoltyúját, meg itt van egy ilyen kis, de van egy ilyen halpucolós videó, amiben azt hiszem a hal teljes halra azt mondom, hogy fiú, vagy hogy lány. Na mindegy, a lényeg, hogy hülyeséget beszélek abban, de majd fölteszem, és ott megnézitek, hogy tudom bontani. Innen ki kell tenni egy ilyen kis háromszög alakú sárga csont, az a keserű fog, hogy ne legyen keserű, és már levagdostam a úszonyokat róla, mert Isten igazából az túl sok ízt nem ad hozzá. És én ugye minden esetben filézett halból csinálom, mert nem vagyok... Na mindegy. Szóval sok helyen ilyen patkó alakúból csinálják, én nem szeretem köpködni a szálkát. Most szépen ugye így végigvágva a gerincét, lefejtem a halhúst. Van, aki ezt ilyen halfilézőjen ilyen vékony pengéjű késsel csinálja, de én minden szakácskéssel csinálok, mert így szoktam meg, pontosabban most egy ilyen szantokúval, mert ez ugye a csajok kedvéért most így ezzel dolgozom. És a lényeg, hogy szépen így óvatosan elkezdem, így a gerincnél így végigvágom, és akkor így ügyesen a késnek így a szinte csak a hegyével így finoman húzogatva lefejtem a gerincről, tehát hogy a gerinc csont ne maradjon benne, lefejtem a halhúst. És ami még fontos, hogy látjátok, mind a két hal rendes, mi ez, nem tükörponty, hanem mi ennek a neve, pikkelyes ponty, ugyanis ennek a pontnak vékonyabb a bőre, és kevésbé tud ilyen pocsolya ízű lenni. A tükörponttyal az a bajom, hogy annak ilyen nagyon vastag tud lenni a bőre, és amikor eszitek, az nem mindig kellemes, tehát én itthon, ha tehetem, akkor csak ilyen ponttyal dolgozok, és ezt nem is kell lekapargatni a pikkelyeket róla, hanem ugye a farkától itt szépen így le lehet vágni, egyben majd próbáljátok ki, de lehet, hogy a másik videóban is pikkelyes hal volt, és akkor ott már megmutattam. Na, leszedem a filéket. És amikor végeztem a filézéssel, látjátok, ilyen szép filéket csináltam. Én még így az aljáról is leszoktam meg a legvégét a farkának vágni ezeket az ilyen zsírosabb részeket, mert ez viszont tök jól ízesíti az alaplevet, plusz zsiradékot ad bele, és akkor most 5 liter vizet tettem ide, egyébként kilónként olyan 3 liter végtermékkel, vagy kilónként 1 liter végtermékkel számoljatok, tehát itt egy ilyen 3,5 liternyi lé kéne, hogy megmaradjon, és most fogom szépen és beleteszem az összes lefilézett mindenféle maradványt, és fölforralom, és utána ugyanúgy, mint a turmixoltnál, ki fogom szedni a halat a léből, és kézzel, amikor meghűlt, leszedegetem az összes halhúst róla. Ez az egyik fő különbség, amit én máshogy csinálok, mint mint az átlag. De hogy addig is haladjunk, azért a vízből öntök ide, annyit hagyok rajta, hogy ugye ellepje a halat, és akkor elindíthatom egészen nyugodtan a alaplének a többi részét. Ez a halnak a mája, a hal hasába lévő zsírok, és hát az ilyen különböző belsőségek szépen lett tisztítva, ugye a belét azt kiszedtem belőle, és ez is mehet a alaplébe. Ezt nagyon sokan nem teszik bele, hanem kidobják. Ez van a halasoknál, meg még külön lehet is kapni ilyet. Tehát nem igazán értem, hogy az miért jó. Na és akkor ugye kilónként ez a 15 deka hagyma, meg ebbe az egészet eszek most egy 15 deka tévépaprikát,
vagy hát paprikát, teljesen mindegy, egy csuma nélkül, meg egy 15 deka paradicsomot. Ezt is sokan Isten elleni véteknek tartják, meg ugye a három darab fokhagyma, mert hát, hogy ugye a klasszikus szegediben mondjuk nem tesznek, de én egy szóval nem állítom, hogy ez szegedi halászlé lesz. Én azt mondom, hogy egy mésziféle passzírozott ponyhalászlé. A hagymának ezt a szár részét soha nem teszem bele, mert szerintem kesernyés íze van, és akkor most szépen finomra vágom a hagymát, és hozzáteszem a alapléhez. Na, a hagymát beledobtam, és a paprikát, paradicsomot, fokhagymát is nyugodtan bele lehet tenni, azt is ilyen apróbra vágtam. És egy teáskanál sót teszek csak bele, ami kevés lesz, de ugye, mivel filézett halból csináljuk, eleve a halat is illik megsózni egy kicsit főzés előtt. Most jön a írdalás, ami azt jelenti, hogy amekkora szeleteket bele akarok tenni, azt ilyen 2 milliméterenként így a bőrig átvágom, és ezzel az összes Y-szálkát, meg minden szálkát, ami van a... Csak arra figyeljetek, főleg, hogyha nagyon úgy megéles még a késetek, hogy a bőrt ne vágjátok el. Tehát a bőr maradjon egybe, de ilyen szépen nyíljon szét, és akkor ilyen max 2 milliméteres szálkák maradnak a halhúsba. Én még ezelőtt 30 évvel így tanultam a ponynak a szálkátlanítását, nem pedig, hogy csipesszel álljunk neki, azt órákig szedegessük, azzal úgy se lehet az összeset kiszedni szerintem. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy ezt most itt szépen beírdalom az összeset, és így finoman megsózom, és beteszem a hűtőbe addig, amíg a befejező művelet, a összeforralás megtörténik a halnál. Arra nagyon figyeljetek, a hallal dolgoztok utána a munkaasztalt, meg a deszkát is nagyon alaposan el kell mosni, ezt mosószeresen mostam el egyébként. Na és most már ott kezd forni a szélén a lé, úgyhogy le is zárom, és kiszedem az összes tulajdonképpen leforrázott csontot, és hagyom egy tárcán lehűlni, és utána így kézzel szépen, látjátok, lehúzogatom róla az összes halhúst, és azt bele fogom dobni az alaplébe. És ha meghűlt, akkor szépen így elkezdem, nézzétek meg, gyönyörű szépen lejön, és ez megy a alapléba, amit leszedek, és most belefogom, ugye a felét még mindig itt hagytam a forrázólének, és a csontot belefogom dobni, és amíg ez fő, addig ebbe megfőzöm a csontokat, mert kritikának kaptam a turmixolt halászlénél, hogy hát, hogy a csontnak nem fő bele az íze, úgyhogy most azt is belefőzöm, hogy még ebbe se tudjunk hibázni. Ja, még annyi, hogy lehet, hogy hülyesség, de a halnak a szemét azt nem szoktam beletenni a passzírlébe, és akkor most még egy olyan 20 percet főzöm, és akkor kezdődhet az összepasszírozás. És nézzétek meg, már a zsír is kezd kijönni a halból. Ha esetleg nem elég zsíros, akkor egy evőkanál zsírt rá lehet dobni, de általában szokott annyi lenni benne, hogy a fűszer paprikát legyen mire rászolni. És ugye mondtam, hogy direkt ezért hoztam az edénysabból egy ilyen, hát én ezt az inoxibált vettem, egy 24 centiset, mert ugye ez ilyen 10x18-as acélból van, és hát ha ezen könnyebben megy le a cucc, van hozzá egyébként 3 tárcsa, én a legkisebbel csinálom, mert turmixot szeret, és azért csinálom turmixsal, mert én szeretem a jó krémes alé, de ez azért nem fogja annyira szétvinni, mintha turmixolnám. Ja, és még akár ezt is meg tudjátok venni a Mészi minden kuponnal 15% kedvezménnyel karácsonyig, hogyha kell, akár a kést, bármit, úgyhogy most érdemes szétnézni az edénysokba. Most passzírozás előtt ugye beleszűrtem a halcsonnak a levét, és hát hadhatok egy jó tanácsot, fogtok egy ilyen gyorsforralót, és azzal szedegessétek a alaplevet, és akkor nem kell ugye a merőkanállal szenvedni, és akkor szépen, hát ezt most szerintem ahhoz képest, ahogy a normál
időbe telik, ez gyönyörű szépen el lehet kezdeni lepasszírozni, és mivel nincsen benne csont, szerintem töredéke idő alatt megleszek vele, mint hogyha ha ugye a csontosra nézzetek, meg még így saját magába is tök szépen viszi át. Úgyhogy most az egészet szépen átpasszírozom. És csak úgy megmutatom, most még kiöblítem, mert szerintem még el is átmegy. 5 percet passzíroztam körülbelül, és ennyi maradt. Tehát konkrétan mindent, ami az alaplébe volt, tessék ki, mert üres a passzírozó, csak nem akarom itt lecsúgatni. Minden belekerült a hallébe, vissza is gyújtok alá. Nézzétek meg, a tetején már ott van a gyönyörű szép zsír, úgyhogy jöhet a folytatás, ami úgy néz ki, hogy vettem füstölt paprikát, abból egy ilyen csapott, vagy hát egy normál evőkanálnyit rászorok. Ugye ezt azért teszek bele egy picit, mert hát a bográcsos halászlé a legfinomabb, de hát nagyon sokan nem tudnak, és 2 púpos evőkanál fűszer paprikát még rászorok, azt csak belezúdítottam okosan. De mindegy, és ezt most nem kutyulom meg, hanem hagyom, hogy a zsíron felforros, felszívódjon, amíg felszívja a paprika zsírt, hogy abba jön a színe. És külön vettem ilyen első osztályú paprikát, hát ha ez pirosabb, mert a fűszer paprika a lelke egy jó halászlének. Azért ennek az első osztályú paprikának már van színe, és nézzetek meg, mire ugye fölfort, addigra szépen feloldódott a lében, és hát így, hogy na jó. Na, szóval a lényeg, hogy az alaplé tökéletes, és most a szépen lesózott halszeleteket beledobom, és utána, amikor fölfor egy olyan 5-8 percet, főzöm körülbelül, és kész. Volt benne egy kis ikra, azt is ilyenkor szoktam belefőzni. És majd csak utána, amikor szinte mielőtt lezárom, fogom megkóstolni, hogy elég sós-e, mert ugye a hal az le van sózva. Tehát most annyi, hogy itt ezeket beleteszem, forrástól számítva egy 5 percet főzöm, és kész is. Ja, és amikor a hal benne van, akkor már csak így rázogatom, nem kevergetem durván, mert nem akarom, hogy összetörjön a halhús. És nem fogom megkóstolni, mert tűzforró, de már hát, nézzétek meg, a eredmény szerintem magáért beszél. És hát annyit azért megmutatok, hogy ugye tettem egy kis ikrát, meg azért, hogy nézzétek meg a levet, hogy így is gyönyörű szépen, csak így nem annyira krémes, ugye, de egy nagyon jó kis sűrű alaplevet kaptunk, ugye már sózásnál megkóstoltam, de figyeljetek, isteni. Jó? Úgyhogy bátran, nyugodtan lehet így is csinálni, nem kell. A passzírozás 5 perc alatt megvolt, és tényleg nézzetek meg, hogy egy gyönyörű, isteni gusztusos halászlevet kaptunk így is. Úgyhogy mindenkinek előre is kellemes ünnepeket kívánok, jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!